az a jó, hogy csak egy lépés kéne, kell egy szó a film elejére, és dúdoljuk majd együtt titokban. A hajnal tűzzük el kócosan, szép harmóniában. Egy szó, mint száz, és rám találsz, tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és rám találsz, egy szó, mint száz, és újra látsz, tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és újra látsz. Amit régen várok, súgjathatan, ha kitalálod, és dúdoljuk majd együtt titokban. A hajnal tűzzük el kócosan, szép harmóniában. Egy szó, mint száz, és nem találsz, tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és nem találsz, egy szó, mint száz, és újra látsz, tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és újra látsz. Észre a csillag, a lámpa fény, két kezünk összeér, yeah. Végtelen most a tér, látod, minden él, olyan közel a cél. Egy szó, mint száz, és nem találsz, tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és nem találsz, egy szó, tudom, hogy erre vágysz. Tudom, hogy erre vágysz. Egy szó, mint száz, és újra látsz. Tiela Fit, SS Viki, egy szó, mint száz. Szól a taps, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy Karesz, egy szó, mint száz, na, hogy tetszett? Megmondom őszintén, egy kicsit ilyen konfusz helyzetben vagyok, mert nagyon tetszik ez az egész, csak én például a szintinek a harmóniáit és az egész meghangszerelt dolgait egy picit túl effektesnek tartom, hogy olyan nagyon vízhangos, nagyon kicsit több konkrétum, talán lehet, hogy nincs igaza, de nekem ez egy picit jobban elférne. Az éneked, az pedig bele, abszolút beleillik ebbe a kicsit puha, kicsit háttérbe szorított műfajba, mert én úgy éreztem, hogy egy kicsit halkabban énekelsz, mint ahogy szoktál, vagy esetleg azt hiszem, hogy egy kicsit visszafogottabb vagy, ami ehhez az egész műfajhoz nagyon passzol. Most nekem van, a szöveggel kapcsolatosan van egy kérdésem. Az a következő, az egy szó, mint száz, az azt jelenti az én olvasatomban, hogy tök mindegy, hogy száz szót mond az ember, vagy egyet, az ugyanazt jelenti. Na most, hogyha azt mondod, hogy egy szó, mint száz, és rám találsz, az egy kicsit ilyen, nem tudom, egy szó és száz, úgy is rám találsz, vagy biztos rám. Szóval tulajdonképpen egy kicsit... Egy szó néha annyit mond, mint száz. Azt értem. Hát azt értem, csak és az azt jelenti, hogy elhangzik száz szó, és ha száz szó lement, akkor és akkor rám találsz. Szóval ez nekem egy kicsit olyan furcsa, de különben gratulálok, mert jó volt. Köszönjük szépen. Judit, még az utolsó pillanatban is jegyzeteltél. Igen. Szóval engem maga a zene az nem indított el semmilyen irányba, az az igazság. Maga se nem bosszantott föl, se nem bidított föl, nem mozdított ki. Egyetlen egy dolog mozdított ki a komfortérzetemből, az Viki, a te bizonytalanságot, hogy úgy éreztem, hogy egy picit most, mint hogyha, ahogy a Kacs is mondta, hogy mintha visszavettél volna
a hangodból. Kicsit bizonytalan, kicsit még levegősebb volt, mint az eredeti felvételen, vagy a beküldött felvételen. Úgyhogy, és ez a bizonytalanság egy kicsit átragad rám ilyenkor, mert elkezdem azt figyelni, hogy úristen, hogy most akkor elrontja, nem rontja, marad elég levegője a következő szóra, úgyhogy inkább egy kis diszkomfort érzetet éreztem benned. Köszönjük szépen, és akkor lássuk is, hogy pontszám szerint mit jelent Karesz feledkezés. Én 7 pontot adok. Ez egy 7-es, Judit? Nekem ez most 6 pont. 6 pont. Kisi? Én 7 pontot szeretnék adni. A 7-es, Miki? Én adok 8 pontot. 8. 28 pont. Nézzük meg, hogy a közönségnek hogyan tetszett a produkciótok. Milyen pontszámot adtak nektek? Ez egy 7-es. Ami azt jelenti, hogy 35 pontotok van. Parancsoljatok, menjetek a páholyba, ti is csatlakozzatok a többiekhez.